Na szóval, srácok, én Jason, Vikusabb Davidó beérkezünk a legújabb csíkos videóhoz, amiben gyerekek, ilyen még nem volt, hogy tier listát fogunk csinálni, azaz, ez nagyon fontos, már előre kihangsúlyozom, hogy ez a saját listám lesz, szóval nem kell velem egyetérteni, de majd a komment szekcióban megcsináljátok a sajátatokat, szóval leírhatjátok, hogy kinek mi a kedvenc kése, és melyiket utálja a legjobban, elég ezt a kettőt. Így van gyerekek, amúgy anomali csinált ezt a listát, remélem minden jó. Én itt néha ki fogok takarni egy-két kést, ez azért van, mert félre kell, túl nagy darab vagyok. Plusz még egy gyönyörű anyag is megcsípett, úgyhogy gyerekek, kezdjük el! What will he do now? It's a magazine! Incredible! And we have the winner! Our winner gets a box with incredible skins from Keydrop. We also have something special for all the viewers. With the above promo code, you get 50 cents to start with and 5% bonus from deposit. A legelső a Bóvi. Én a Bóvival nagy bajba vagyok, meg amúgy nagy bajba leszek pár késsel, mert nem mindegyiknek tudom egyébként a nevét. A Bóvi nekem már volt. Az a baj ezzel a késsel, hogy amikor előveszed, egyetlen egy kezed látszik, és ez engem nagyon irritál, hogy bocsát minden Bóvi kedvelőnek, de én ezt a kést nagyon utálom. Nem viccelek, nekem ha valaki donételne, vagy én nyitnék egy ilyen kést, instant sell, vagy trade, úgyhogy ezt egy evőbe is akom, mert tényleg ez, hogy az a nem is animáció, de hogy előveszed és így egy kézzel futsz, az nekem nagyon offos. Hát a pillangó kisgyerekek szerintem arról nem kell sokat elmondani, hiszen szerintem az az egyik legjobb kés a játékban, és mégpedig azért, hiszen brutálja az animációja, és egyszerűen olyan jól néz ki, hogy besz a behú. Ez gyerekek alapból S-be fogom tenni, aki nem tudná, az S a legjobb és az F a legrosszabb. Gatknife. Sokan nem szeretik. Pedig szerintem egy jó kis kés, és nagyon olcsó ahhoz képest, és jó az animáció, hogy pörög a kézbe, így feldobja és pörög egyet, szerintem nagyon jól néz ki. Úgyhogy én egyébként ezt egy közép kategóriára beteszem, mert mondom, jó, tudom, nem a legszebb, szerintem egy mit késnek rohadt jó. Jön a Huntsman, remélem jól fogom mondani a neveket, a Huntsman kérem szépen nekem volt, és ennek is jó az animációja, de így külalakra már annyira nem tetszik, esküszöm, a Gatánf egyébként jobban tetszik, úgyhogy ezt egy D betűre izomból berakom. Jön a Karambit. A gyerekek, szerintem a Karambit az a legtöbb játékosnak top tier. Nem kell róla sokat beszélni, az összes ki jól néz ki rajta, jó, hát nem az összes, de tudjátok azért, egy Karambit azért más. Úgyhogy Karambitot egybe ide tesszük a pillangó mellé. Hát a Shadow Dagger, gyerekek, a kúposztó ugye, nem tudom. Ez is egy elég trash kés, de előbb elfogadnám, mint a Bóvi. Úgyhogy én ezt egy E betűbe beteszem. Illetve például ezen a Fade az nagyon jól néz ki. Gyerekek, a Flip Knife szerintem egy jó kés. Nekem régen nagyon sok flippen volt, és nagyon szerettem őket használni. Úgyhogy én ezt a flippet egy B betűre fogom betenni, mert ezen az kék is jól néznek ki. Nem emlékszem, nekem mindig ilyen Doppler volt, de rajta például, majd a VR nyitott, szerintem az volt a legelső késük, az is egy Flip Knife Fade volt. A Fade is rohadt jól néz ki rajta. Gyerekek, hangyárkés. Falcon Knife, nem tudom, hogy kell kimondani. Tudni kell, hogy a legelső kés, amit kaptam nézőtől, az egy ilyen kés volt, Fade-be. Csak úgy mondom, hogy tudjátok, mi a helyzet. Úgyhogy én alapjáton szeretem ennek az animációt, és tökéletes egyensúlyos, szóval azt is bele kell nézni. Én ezt szerintem a flip mellé teszem, mert nekem még Zafirban is volt egyszer egy ilyen késem, szóval nem áll messze tőlem ez a késfajta, szerintem egy rohadt jó kés. Gyerekek, jön a sima bajonett, abból is volt nekem, el kell mondom, hogy Emerald volt ebből, csak úgy mondom, jó pár éve. 1600, vagy nem tudom mennyi dollár körül mozgott. Hát a mostani ára, igen, kicsit elég durván fölment, úgyhogy ha azt megtartottam volna, most elég jó lennék, de én ezt egy A-ba teszem, szóval nem a legjobb, hanem egy A-ba. Azért az ott szerintem nagyon jó helyen van. Jön az M9 bajonett, miből a Zafira kedvencem, hiszen egyszer majdnem betrédeltem. Amikor volt ez a GG droppos videó, amiben 5000 dollárt vettünk ki, kérem szépen, én akkor úgy voltam, hogy majdnem betrédeltem egy ilyenre, de valamiért nem tettem, pedig nem értem miért, nem? Most legalább egy kis flex lett volna, vagy valami. Most nagyon... Ja, nem tudom, hogy S vagy A, mert ahhoz képest nem volt sok belőle.
az én inventoriumban, pedig nagyon jó kés, de én szerintem ugyanúgy a sima bajonet mellé ezt így beteszem. Jön a Talon Knife, gyerekek, ami ugye egy kis vises karambit, de attól függetlenül ennek nagyon jó az animáció, hogy pörgeti az ujján. Ebből is volt nekem, nem tudom már mennyi félre. Ezt is nagyon szeretem, nagyon jól néz ki, de nem... Annyi, azért végig is a karambit az UG, meg egy butterfly pillangó kés mellé szerintem nem fér el, úgyhogy azt is a kis böltek közé betesszük. Nyavaja, azaz a navaja. Hát ez nagyon kis gyenge skin, azt kell, hogy mondjam. Sőt, nem is skin, hülye vagyok, hanem kés, kés típus. De nem a legrosszabb. Szóval azért állja üresbe, ezen is jól néznek ki a skinek, nem olyan trash egyébként. Jó, természetesen nekem annyira nem kéne, úgyhogy ezt ide be is tesszük. A Shadow Dagger mellé. Na most jön az Urzus kés. Az Urzus az nem egy rossz féle. Annyira nem néz ki jól, szóval elég ilyen mid knife. De én nyitottam Urzusból Marble Fade-et. Azon például rohadt jól nézett ki a skin. Gondolom Fade-ben meg ezekben is jól néz ki. Nekem ez egy közép kategóriás kés típus. Úgyhogy én ezt a Gatknife mellébe is teszem. Jön a Stiletto. Stiletto, ugye? Vagy valami ilyesmi. Ugye egy kedves nézem ebből nyitott Zafirt. Nekem szerintem volt egy-két ilyen késem, de játékban szerintem egyszer nem használtam, szóval Max Gambling miatt volt nálam. Az animáció nem tetszik, hogy így kipattintja. Szerintem eléggé low budget, de attól függetlenül nem a legrosszabb kés. Úgyhogy én ezt egy Huntsman mellé szívesen betenném, és be is teszem. Classic Knife, gyerekek! Easy peasy! Abba is nyitottunk már! Ezen láttam, a Fade az brutál jól néz ki. Úgyhogy ez a Classic Knife mindenféleképpen egy mid knife nálam. Most azon gondolkozok, hogy a C vagy a D mellé kéne betenni, de mivel nem egy rossz kés, ezzel egy C-hez fogom tenni mindenféleképpen. Nemrég nyitottunk egy ilyen kést, egy hete, két hete? Két hete inkább. Hát gyerekek, nagyon jól néz ki ez a kés. Ingame is, meg ebben a pici képen is. Ha van rajta egy jó skin, akkor felrobban. De nem tudom, hogy betehetném-e ide. Nagyon hezitálok az A és az S között. De mivel tudom magamról, hogy ha lenne egy ilyen kés, amit inkább eladnám, akkor inkább az A-hoz teszem. Nem tudom a nevét. Ez a Nomad, ez meg a Paracord, tehát ez meg valami Survive, egy tudom én. Ilyen kés szerintem Fade-ből volt talán nálam, de nem vagyok benne biztos. Nem néz ki rosszul. Az animációját nem fog hazudni, annyira nem ismerem. Úgyhogy, ha játszani kéne vele, akkor ez biztos egy midre tenném. Úgyhogy ez a kés is ide jön a C-be. Most jön a Nomad, hát... Az a baj, hogy megint elmondom, hogy szerintem ilyen nem is volt, és Fade-be biztos nyitottunk Keydrop-on, ott fix info. Inventory-ba is volt talán, ugye Steam-en, de nekem ez a kés annyira nem jön be. Az a baj. Úgyhogy ez a kés nekem mindenféleképpen nem is középkategória, hanem ide lentre fog kerülni. És most azon gondolkozok, hogy D vagy E legyen, kis nomádocska, de szerintem D lesz, mert azért jobban néz ki, mint egy Shadow Dagger, vagy egy nyavaja kés. Most jön az utolsó, gyerekek! Paracord! Na ilyen nem, azt hiszem nem volt. Úgyhogy erről sokat nem tudok mondani, nekem nem tetszik. Tudom, hogy narancsnak volt ilyen Fade-be, de alapból itt a kéz fogó része, és nem tudom jobban elmondani, a fogod a kést, az nagyon nem jön be. Szóval... Nem tudom. Ez most egy nehéz döntés, mert főleg úgy, hogy tényleg nem volt nálam ingame, de mindenféleképpen itt lentre fog elhelyezkedni az öcsipók. Ugye belegondolok, hogy ezeket előbb használnám, hát bár szerintem ide még elfér. Ide még bőven elfér, úgyhogy ezt én ide is teszem. Kész van a listám, kicsit érdekes lehet. Hát igen, nem mindenkinek egyezik ugye az ízlése. Úgy, hogy például egy Gatknife itt van, de például egy Nomad akár, vagy Huntsman. Nem tudom, nekem a Gatknife tetszik, nekem sosem volt vele bajom, használtam is régen. Azért szerintem nagyon underrated kés. Nekem a animációja az, ami megvesz, az tényleg brutál jó. Ugye a Hanjar meg a Flipknife az szerintem egy OG, én ezt nagyon szeretem őket. Egyébként a top tier szerintem nem lehet velük veszekedni. Lehet, hogy valakinek ide jön még egy M9, vagy akár a Skeleton, vagy akár a Talon kés. Írjátok meg,
azt is kommentbe, hogy nektek melyik a legjobb, és melyik a legrosszabb, és hogy az én listám szerintetek mennyire jó. 10 per 10 egyértelmű. Úgyhogy gyerekek, én ez a kis videó tetszett, mindenféleképpen dobjátok hatalmasan lájkot, iratkozzatok föl, legyetek jók, én Jason voltam. Szevasztok!